Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Az ő gondolatait itt felül és alul látjuk. Itt van egy ünnepség. Lehet, hogy valaki meghívja őt erre az ünnepségre, és ő elvárja azt, hogy légy megértő. Sőt, itt látható az, hogy megbízhatsz benne, hiszen ártatlan. Ő nem fog félrelépni, de azért van kedve ahhoz, hogy részt vegyen ezen az ünnepségen. Az ő érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Itt látható az, hogy ő ártatlan, megbízhatsz benne. Sőt, ez a szerelmes pár benneteket jelez. Őt és téged. Ő szeret téged, megbízhatsz benne. És ő úgy érzi, hogy kettőtök között itt kivirágzik most valami. Mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható, megvan ez a stressz. Nem nála, hanem nálad. Ő ezt észrevette. Sőt, lehet, hogy erről beszélni fog veled. Hogy zári le bizonyos dolgokat. Nem kell ez a nagy stressz. Hiszen vannak lehetőségeid. Lehetőségeid arra, hogy tevékeny légy egy spirituális területen, vagy légy annak tudatában, hogy a te egzisztenciád az tulajdonképpen az univerzum egy része. Légy magabiztos, vagy azt is jelentheti a kártya, hogy szeresd magadat. Nem mindig mások kedvébe járj, hiszen ez stresszel téged, hanem végre gondolj magadra. És itt megvannak a lehetőségek. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt felül látható az ő gondolataiban, hogy elvárja azt, hogy megértő légy vele szemben. Itt a horgony azt jelenti, hogy bízz meg benne, hiszen ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy nálad le tud horgonyozni. A horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Lehet, hogy ez a meghívás, ez az ünnepség összefügg a munkájával. De légy megértő, ha esetleg ő oda akar menni. És megnézzük most konkrétan, hogy milyen ünnepségről van szó. Itt a gyűrű jelenthet bizonyos kapcsolatokat, vagy szerződéseket, és ez kihat a munkájára. Ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok, vagy részt akar venni ezen az ünnepségen, mert kapcsolatokat keres, és így akar javítani valamit a munkahelyén. Az ő ártatlansága. Előtte van a felhő. Az jelentheti azt, hogy történt valami fél évvel ezelőtt, amikor nem bíztál meg benne. A felhő azt is jelentheti, hogy ő annak tudatában van, hogy ő ártatlan, de nem tudja, hogy tudná magát bebizonyítani, hogy higgy neki. És mi fog kivirágozni? Itt lesz egy szerencsés fordulat, sőt, ez a négy levelű lóhere azt is mutatja, hogy ő boldog veled, és boldoggá akar tenni téged. És ez a szerelmes pár rátok vonatkozik.
Itt megvan a tisztaság, tiszta gondolatok, tervek, tiszta érzelmek, vagy szeretné, ha te megbíznál benne, mert így tisztázódnak a dolgok. És higgy abban, hogy ő tényleg szeret téged. Mi stresszel? Itt látható ez a hegy, az azt jelenti, hogy valaki korlátoz téged, vagy van valaki a környezetedben, akinek megvan ez a hideg-rideg tartása. Vagy ha úgy érzed, nem megy tovább, itt vannak a korlátozások, itt van előtted ez a hegy, mint egy fal, és nem tudod áttenni magad rajta, ez jelentheti ezt a stresszet. Milyen lehetőségeid vannak? Itt kisüt a nap, megvan a kisugárzásod, megvan a vonzalom kettőtök között, a nap megvilágítja az életutadat, a nap megvilágítja a lehetőségeket, élj ezzel a lehetőséggel, hiszen ez sikert hoz számodra. És az egzisztenciát, a szerelem, ami erőt ad számodra, de jelentheti a szeretetet is, vagy ha van egy tevékenység nálad, amit úgy szívvel, lélekkel csinálsz, és ez lehet egy spirituális terület is, az ő jelenlegi energiája, ő írni akar neked, vagy aláír egy szerződés, vagy arra vár, hogy te írj neki. És a te energiád. Itt vannak a gyermekek. Lehet, hogy foglalkozol a gyermekekkel, vagy lesz egy gyermek áldás, de ez a gyermek jelentheti az ártatlanságot, a tiédet, vagy az övét, de jelenthet egy új kezdetet is, jelent változásokat. És ez volt az aktuális szerelmi energia. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!